Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Emelkednek a bírságok. Augusztustól többet fizetünk közlekedési szabálytalanságokért. Szexuális zöldváros program. Nagy munkával jár a növények ápolása. Nyári gyermektábor. Színes programokkal készültek a Bonyhádi Bölcsegi Múzeum dolgozói. Dombóvári Futballklub. Felkészülés a 2024-2025-ös labdarúgó bajnokságra. Egy új kormányrendelet módosítás szerint emelkedik a közlekedési szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege augusztus 1-től. A részletekről kérdeztük Komlósiné Kis Anettet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét. Augusztus 1-től egyes kategóriákban 20%-kal, kiemelt szabálysértéseknél duplájára emelkednek a kiszabható bírságok közlekedési szabálytalanságok esetén. Ilyen például a megállás szabályainak a benemtartása, aztán az előzés szabályainak a benemtartása, a záróvonalon való áthaladásnak a szabálya, és számos olyan baleseti tényező, ami például a kanyarodás szabályainak a megszegése, illetve az elsőbbség szabályainak a megszegése, amelyek esetén a jogalkotó úgy gondolta, hogy talán ezzel riasztja vissza a szabálysértés elkövetőit, hogy megduplázta a bírságnak az összegét. Aki kétkerekű segédmotoros kerékpáron bukósisak nélkül közlekedik, az korábban 13 000, most pedig 26 000 forintra lesz büntethető. Hasonló mértékben szigorítanak a mobiltelefon használat büntetésén is. Aminek a bírság összege ez idáig 13 000 forint volt helyszínen, azt 26 000 forintra emelte. Ugyanebbe a kategóriába sorolható, tehát 13 000 forintról 26 000 forintos bírságot fognak kiszabni augusztus 1-ét követően a helyszínen kollégáim, azoknak, akik nem megfelelően kanyarodnak be, illetve elmulasztják az irányjelzést, akár a körforgalomban, akár egy bekanyarodás alkalmával. A KRESZ szabályai szerint, akinek a kezében mobiltelefon van, az már ezzel szabálysértést követel. Tehát nem feltétlenül kell a fülhöz tartani, nem feltétlenül kell telefonálni. Ha már a kezünkben van a telefon, az már szabálysértést von maga után, hiszen elvonja a járművezetőnek a figyelmét a vezetéstől, tehát nem feltétlenül kell SMS-t írni, nem feltétlenül kell Facebookozni vagy mobiltelefonálni, ha már a járművezető kezében van a telefon és az bizonyítható, akkor már akár helyszínen 26 000 forintos bírságot is kiszabhatnak augusztus 1-től. Változik a mozgást korlátozott parkolók szabálytalan használatának büntetési mértéke is, amelynek a helyszíni bírság összege 65 000 forint. Ez változatlan marad, azonban, hogyha valaki ezt nem ismeri el, hogy ő ott parkolt, vagy pedig kollégáim, vagy a közterület felügyelő munkatársai lefotózzák, és ez később a szabálysértési hatósághoz kerül ez az ügy, akkor kollégáimnak 156 000 forint bírságot kell augusztus 1-től kiszabni annak, aki a mozgáskorlátozott parkoló helyet nem jogszerűen használja, vagy pedig úgy áll oda, hogy arra nincsen jogosultsága. Továbbá augusztustól 33 000 helyett 39 600 forint bírságolják meg majd azt, aki egy másik ittes személynek átengedi a kormányt. A tavalyi évben Szekszárdon megvalósult zöld város program részeként elültetett fák és növények mostanra beszépítették a várost, hatalmas mértékben nőtt a zöld terület nagysága. A növények ápolása azonban nagy munkával is jár. A több mint 1 milliárd forint értékű szekszárdi zöldváros program keretében tavaly megújultak a vármegyeszékhely terei. A kivitelező 4 hónap alatt végezte el a munkálatokat. Mindenki látja, hogy milyen átalakítások, milyen fejlesztések, környezettudatos megoldások történtek a város 4 pontján, mert 4 részből áll a zöld város projekt. A program többletfeladatokkal, sok munkával jár a városnak. Ezeket nyáron a nagy hőség is megnehezíti. Tessék elképzelni, amikor 36-38 fokban itt a gyomtalanítást és a növényeknek a rendezését végzik. Látjuk a gondokat, látjuk a problémákat, kézben vannak a dolgok, folyamatosan oldjuk meg őket. Én arra kérek mindenkit, hogy bármilyen észrevétel van, természetesen informáljanak róla bennünket, de én szerintem összefogva, együttműködve ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani. A munka részleteiről Spanyol Adrián szakember számolt be. Körülbelül 5 000 négyzetméterrel nőtt meg
a cserjék és az évelőknek a felületének a száma, 21 ezer négyzetméterrel viszont a füves területek száma, négyzetméterének a száma, és hát folyamatosan délelőtt és a délutáni órákban folyamatosan megy az öntözés, ez egy hatalmas kihívás. Női dolgozók végzik a kapálást, a gyomlálást, a meccést. Az elültetett 137 fa közül kizárólag a 160 lakásos épület és a Babics Mihály Kulturális Központ közti részen száradt ki 5 egyed, valószínűsíthetőleg a talaj minősége miatt. Itt olyan igazándiból egy feltöltött talaj volt, tehát nem egy termőföld volt, ami egy jó talaj, ami a növényeknek az optimális lett volna, ez egy töltött talaj volt, és mi talajcserét is végeztünk. De ugye nagy a legrosszabban eredő egyébként, vagy a legkevésbé, vagy a legjobban eredő ezek a földlabdások, és egy ilyen hatalmas nagy földlabdával rendelkező fák, és hát mi próbáltuk pótolni is a talajt és javítani. A zöldváros program fenntartása és karbantartása tehát nem kis feladat. A tönkrement növényeket pótolni fogják olyanokkal, melyek kibírják a klímát. Meg nem erősített források szerint a szekszárdi börtönt a közeljövőben bezárhatják. Erről kérdeztük a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága kommunikációs főosztályát. A válaszukban azt írták, vizsgálatokat folytatnak arról, hogy vannak-e a századforduló környékén épült, kisbefogadó képességű intézetek, ahol a biztonságos fogvatartás feltételei teljes körűen már nem biztosíthatók, ugyanakkor a felújítások aránytalanul magas pénzügyi ráfordítást igényelnének. Nagyon fontos, hogy amennyiben ezek a tervek megvalósulnak és a vizsgálat alapján döntés születik, ezek akkor sem járnak semmilyen elbocsátással. Ebben az esetben kollégáik munkájára más intézetekben új beosztásokban számítanak. A szervezete levélben konkrétan a szekszárdi börtön helyzetére nem tért ki. Dübörög a paksi beruházás, már 900 ember dolgozik a helyszínen, és ez a szám folyamatosan nő, illetve a hosszú gyártási idejű eszközök előállítása is folyamatos, így minden adott ahhoz, hogy a két új blokk a következő évtized elejére megkezdhesse a termelését. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Zajlanak a talajszilárdítási munkálatok, amelynek során összesen 76 ezer cölöpöt terveznek lefúrni, ezekből több mint 20 ezer már elkészült, csak úgy, mint a zóna olvadékcsapda. A 750 tonnás berendezést már hajóra is tették, most a Duna romániai szakaszán halad Magyarország felé, egy-két héten belül érkezik meg. A Völcsegi Múzeum nyári élménytábort szervezett gyerekeknek. A fiatalok kreatív foglalkozásokon vettek részt, valamint népi játékokkal is várták őket. A Bonyhádi Völcsegi Múzeum idén is élménytáborokkal várta a 7-12 éveseket, ahol a fókusz a hagyományápolás, a történelem, régészet, néprajz és természettudományok köré épült. Számos kézműves foglalkozással készültek, például hon- és helyismereti játékokkal, interaktív foglalkozással. Tematikus napokat szervezünk, ami azt jelenti, hogy partnereink révén érkeznek hozzánk kémikusok, fizikusok, de érkezik hozzánk népművelő, népi játékkészítő, fafaragó is, és van két kirándulós napunk. A gyerekek népi játékokkal ismerkedtek meg, valamint csontékszert készítettek. Ezeken felül megtanulták a drukkolás technikáját is a meghívott előadók segítségével. Vettek búzát, vettek hárpát, virágom, a hímzésnek a drukkolás részét, amikor a minta rákerül a vászonra, azt a szakavatott hozzáértő segítőinkkel, illetve mi a hímzés technikáját, a kitöltéses hímzést tanítjuk meg nekik, ez kalocsai minta legfőképpen. A mostani táborba 18-an érkeztek. Tavaly meg tavaly előtt is voltam, és nekem nagyon tetszett ez a tábor. Miért tetszik neked? Hát mert utazunk mindenfelé, és élményeket élünk át, amiket nem biztos, hogy át tudunk majd a jövőbe. Szőcs Kálát a hímzés érdekelte leginkább. Először meg kellett drukkolni a pólót, és utána megmutatták nekem, hogy hogyan hímezzek. És milyen minta van rajta? Virágos minta van rajta. A szervezők az egészségfejlesztési irodával együttműködve egy nyári gyümölcskosár készítésével foglalkoznak a tábor egy későbbi alkalmával, amelyen a gyümölcsök fontosságáról is szó lesz.
A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével a szervezők úgy döntöttek, hogy a 42. Balaton átúszást 2024. július 21-én vasárnap tartják meg, az eredetileg tervezett szombati nap helyett. A víz hőmérséklete 26-27 fok körül várható. Minden ember tudni akarja, mi miért, milyen okból történik. Mi a hagyomány, miért kell azt őriznünk. A történelem során lassanként ismerte fel ezeket a válaszokat a tudomány, de a népek, anélkül, hogy tudatában lettek volna az összes létfontosságú szükséglet kielégítésének módjával, öntudatlanul a hagyományt követve kielégítették azokat. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének újonnan megválasztott elnökével, László Eszterrel beszélgettünk, aki az egyik legfontosabb küldetésének tartja a fiatalok bevonását. Ezzel a problémával mindenki megküzd. A különböző népcsoportok is, tehát nem csak a székelyekről, a bukovinai székelyekről, de akár a vallási életről is beszélhetünk. Minden téren megküzdenek, és az abban lévő vezető csoportok nagyon sokszor összeülnek, és ötölnek, hatolnak, hogy mit lehet tenni. Egyik ablakon kimegyünk, a másikon visszamegyünk, és újra kezdjük. És most is ez a feladat folyik, hogy hogyan lehet a fiataloknak ezt az utat megmutatni. Azt gondolom, hogy nem könnyű, és nem is lehet csőstől a házba menni, hanem én azt szoktam mondani, hogy kell hagyni, hogy éljék az életüket, de ugrásra készen kell lenni, és amikor a gyerek nyitott, vagy egy fiatal felnőtt nyitott, legyen lehetősége. És ezeket a lehetőségeket kell megadni. A László Eszterrel készült teljes beszélgetést a Tolnatáj Televízióban szombaton 19 óra 30 perckor tekinthetik meg. A még áprilisban Szekszárdon megrendezett Matthias Corvinus Kollégium első középiskolás tehetségszüret 10 nyertese párizsi tanulmányúton vett részt július elején. A 4 nap során a csapat többek között ellátogatott a Notre-Dame-hoz, az Eiffel-torony tetejére, hajókáztak a Szajnán, de jártak a Trianon kastélyban is. A tanulmányút során a párizsi magyar nagykövetségen fogadta a diákokat Habsburg György, Magyarország párizsi nagykövete. Az egy hónapos nyári pihenő után a Dombóvári Futballklub újra elkezdte edzéseit. Az augusztus második felében kezdődő bajnokságon a legjobb formájukat szeretnék hozni, és a győzelemért mindent megtesznek majd. Horváth Zoltán vezetőedző elmondta, hogy a jövő nyáron ott szeretnének lenni a dobogó legfelső fokán. Elkezdtük a felkészülést múlt hét szerdán, úgyhogy második hetet kezdjük, vagyis hát kezdtük tegnap, és hát a bajnokságra készülünk. Igazából a negyedik edzésünk, tehát még az elején tartunk, de van időnk még, mivel a bajnokság majd augusztus közepe után fog kezdődni. A szakember azt is elárulta, hogy támadó játékra készíti fel csapatát. Hát igazából annak tükrében, hogy tavaly második helyen végeztünk a bajnokságban, ez nem jelenti azt egyenesen, hogy mivel a bajnok csapat eltávozott így a vármegyei bajnokságból, hogy mi fogjuk megnyerni, de terveink között van, és szeretnénk természetesen minél jobban szerepelni, ebben benne van az első hely is. A társaság 80%-a összeszokott, mert már régóta rúgják együtt a labdát. Holnap fogunk játszani a Majossal egy edzőmérkőzést, szombaton a Nagyatádat fogadjuk itthon Dombóváron, utána megmegyünk tovább igazából a felkészülésbe, aztán augusztus közepe fele kezdődik a bajnokság. Az 1994-ben alapított labdarúgó klub a 2024-2025-ös bajnokságra heti 3 edzéssel és az edzőmérkőzésekkel készül fel. Mutatjuk a régió híreit. Előzetesbe került a 2 gyilkossági kísérlet gyanúsítottja. Évtizedekre börtönbe kerülhet tettéért. Alkoholfogyasztás, ittas vezetés, zéró tolerancia. Soha ilyen korán nem indult a szüret, mint idén. Hetekkel hamarabb lesz új bor is a szakember szerint. Előzetesbe helyezte a Pécsi Járásbíróság azt a 22 éves férfit, aki a nyomozók szerint késsel sebesített meg 2 embert életveszélyesen Komlón. Volt barátnőjét és egy fiatal férfit szúrt meg többször, mindkettőjük életét az orvosi beavatkozás mentette meg. A bűncselekményért akár a legsúlyosabb büntetést is kiszabhatják az elkövetőre.
Vezető száron Bilincsben 3-1 ruhás kíséretében száll ki a rabszállítóból a kettős gyilkossági kísérlettel vádolt férfi a pécsi járásbíróság előtt. Ő az, aki a rendőrök szerint Komlón egy nőt és egy fiatal férfit is megszúrt, többször késsel. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság több ember sérelmére elkövetett emberülés büntetének kísérlete miatt folytat nyomozást. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 2024. július 13. napján a délutáni órákban Komlón egy társasházban a gyanúsított volt élettársára támadt, őt egy konyhakéssel több alkalommal megszúrt. Ezt követően az ő segítségére siető férfit is több alkalommal megszúrta. Mind a két sértett esetében a gyors orvosi beavatkozás mentette meg az életüket, életmentő műtétet hajtottak végre mindkettővel. A gyanúsított elmenekült a helyszínről. A rendőrség körözést adott ki ellene, végül Budapesten fogták el egy bárban, ahol a pultos felismerte a közzétett fotó alapján. A nyomozóhatóság őrizetbe vette a férfit, gyanúsítottként kihallgatta, és a Baranya vármegyei főügyészség indítványt tett a terhelt letartóztatására. A pécsi járásbíróság ezzel egyetértett, és egy hónap időtartamra a kényszerintézkedés vele szemben elrendelte. Erről döntöttek csütörtökön a pécsi járásbíróságon. A 22 éves aranyos gadányi férfi súlyos büntetésre számíthat. A bűncselekménynek a büntetési tétele 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. A gyanúsítottnak nem ez az első késeléses ügye információink szerint. Egy évvel ezelőtt szintén két ember csebesített meg egy buliban. Akkor az egyik férfit az arcán vágta meg, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva, ugyanott egy másik férfit a kezén vágott meg, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. Abban az ügyben a napokban kerülhet sor vádemelésre. A nyár mindig magával hozza a felszabadultabb életérzést, sokan azt gondolják, egy kis alkohol mindenbe belefér, pedig nem. A világ különböző országaiban más és más a megengedett véralkohol szint, amelyel a közlekedésben részt lehet venni. Magyarországon gépjárművel a zéró tolerancia mérvadó, mivel az ittas vagy bódult vezetés kiemelt baleseti kockázati tényező. Az év valamennyi időszakában, de főleg nyáron gyakrabban előfordul, hogy alkoholhoz nyúlnak az emberek. A sok fesztivál, család és egyéb közösségi rendezvény magával vonza az alkoholfogyasztás gyakoriságát. A balesetek előfordulása, a betartandó közlekedési szabályok azonban állandó tényezők. Nyáron sincs kivétel, vezetni csak teljesen józanul, alkoholmentesen lehet. A veszélyekre Bertáni Wingert Erzsébet rendőrőrnagy, a Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottság titkára hívta fel a figyelmet. Alkoholfogyasztás hatására tompulhat a látás, megnőhet a reakcióidő. Ez azért veszélyes a közlekedésben, mert sokkal több időre van szüksége a vezetőnek, hogy meghozza a helyes döntést. Az ittas vezetők általában sokkal vakmerőbbek, bevállalósabbak. Tehát olyan manővereket bevállalnak, amelyeket józanul biztos, hogy nem tennének, gondolok itt a sebesség túllépésre, illetve egy veszélyes előzésre. Mindenki ismer valamilyen házi praktikát, amivel úgy gondolja, hogy hamar kijózanodhat. Például van, aki a hidegvizes zuhanyozásra esküszik, ez azonban hamis biztonságérzetet kelt, hiszen a zuhanyozástól nem fog csökkenni a szervezetben az alkohol koncentrációja, tette hozzá a rendőrőrnagy. Mivel Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, itt említeném meg, hogy alkoholfogyasztást követően semmilyen gépi meghajtású járművet nem szabad vezetni, még a mostanában oly népszerű, például elektromos meghajtású rollert sem. Hogyha alkoholt fogyasztott valaki, válasszon alternatív közlekedési módot, menjen gyalog, tömegközlekedéssel, vagy esetleg legyen egy olyan személy a társaságban, akivel együtt buliznak, aki végig üdítőt fogyaszt, nem alkoholos italt. Bertáni Wingert Erzsébet arra is felhívja a figyelmet, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől való félelem és ennek jogi következményei tartsanak vissza bárkit is az ittas vezetéstől, hanem az a negatív élmény, ami elkíséri egy életen keresztül, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonsági helyzet javítása céljából illetékességi területén a jövőben is kiemelten ellenőrzi a közlekedőket az ittas vezetők kiszűrése céljából. Már szedik a szőlőfürtöket a Pécsi Egyetem birtokán. Az elmúlt évtizedek adatai alapján soha nem kezdődött ennyire korán a szüret, mondja a Borászati Kutatóintézet vezetője. Legalább 3 héttel előrébb van a bogyós gyümölcs érése, így az új bor is korábban kerülhet majd a palackokba.
Szüreti munkások az egyetem szőlészetében Pécsett. Július 18-án elkezdődött a szüret ezen az ültetvényen. Erre előzetesen még a szakemberek sem számítottak. A kutatóintézet több mint 70 éves fennállásából származó adatok alapján is kijelenthetjük, hogy ilyen korán szüret még sosem volt sem Magyarországon, sem a Pécsi Egyetemi Kutatóintézetben. Előzetesen úgy tervezték, hogy július végén, augusztus elején indulhat a szőlőfürtök betakarítása, azonban az időjárás, illetve az érési folyamatok másképpen alakultak. Jó 3 héttel korábban vagyunk most, hogy indul a szüret. Elsősorban a pécsi nemesítésű jázmin és más rezisztens szőlőfajtákkal indulunk meg ebben az évben is, mint ahogy szoktunk is. A kollégáink ilyenkor már folyamatosan járják a táblákat, monitorozzák, érésdinamikai vizsgálatokat végeznek, és ezekből a paraméterekből mi már látjuk, hogy mikor kell készülni a szüretre. Így történt ez a tegnapi nap folyamán is, hogy kollégák végigjárták a táblát, és láttuk, hogy elérkezett az idő. Korai, gyors szüretre számít a szőlészetekben a borász. Mindenfajta érése korábbra került idén, így az új bor is hamarabb kerülhet az asztalra. Évek óta már a Márton nap csak egy ilyen szimbolikus jelentőséggel rendelkezik. Általában az első a szüreti időszak után körülbelül egy hónappal tudnak megjelenni az első borok. Mi először szüreteltünk, de itt 1-2 héten belül azért ez föl fog pörögni országosan is, hogyha az új üvegvisszaváltós rendszer, a DRS rendszer nem fogja befolyásolni, akkor ez augusztus végén várhatóan már a polcokon lehet palackos borként. A szakember azt mondja, a déli fajtájú szőlők kerülhetnek előtérbe a klímaváltozás hatására hazánkban is. A borászok ma már más problémákkal találkoznak, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezek égető kérdések, és az a szőlőnél ezt nagyon nehéz megválaszolni, ahol 40-50 évre tervezünk egy komoly ültetvényt. Persze lehet átoltani, de az sem egyszerű azért, hogy egy fajtát váltsunk egy ültetvényben. Úgyhogy rövid távon a jobb beérést, biztonságosabb termést látjuk. Régen azért a szőlőnél ez nem volt mindig egyértelmű. Ugye az első kérdés a mustfok volt annak idején, hogy milyen mustfokkal termett, mennyi termett a szőlőn. Manapság inkább az ellentéte, hogy ki tudjuk erjeszteni a magasabb mustfokot, annyira magas a cukortartalom és alkoholtartalom van. A kutatóintézetben éppen azon dolgoznak, hogy a változáshoz megtalálják a megfelelő fajtákat. Sok kérdést kell még megválaszolniuk, mondja Ipacs Szabó István. A nyári táborokban is odafigyelnek a gyerekekre a hőség miatt. A kaposvári horgásztáborban számos biztonsági intézkedést vezettek be. Többek között 11 és 14 óra között csak árnyékban lehetnek a gyerekek. 150 gyerek van nálunk egy évben. Az idei évben a halok kapó kedvére azért lehet problémánk, vagy hát panaszunk, mert ugye ebben a nagy hőségben ez erősen visszafogott. Múlt héten is és ezen a héten is inkább az esti órákban sikerül komolyabb zsákmányt ejteni a gyerekeknek. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Emelkednek a bírságok. Augusztustól többet fizetünk közlekedési szabálytalanságokért. Szexuális zöldváros program. Nagy munkával jár a növények ápolása. Nyári gyermektábor. Színes programokkal készültek a Bonyhádi Bölcsőgimnázium dolgozói. Dombóvári Futballklub. Felkészülés a 2024-2025-ös labdarúgó bajnokságra. Szombaton a nyugati ország részben változékonyabb lehet az időjárás. Egész nap előfordulhatnak átmeneti, helyi záporok. Vasárnap többségében változóan napos, komoly felhős időre van kilátás. Éjjel a Dunántúl nyugati felén látszik nagyobb esély szórványos zápor, zivatar kialakulására. Nyugaton lesz melegebb, 30 fok körüli hőmérsékletekkel. Hétfőre mérsékeltebb hőség, változóan napos, komoly felhős égbolt ígérkezik. Dél előtt a Dél-Dunántúl térségében valószínűbb zivatargócok, záporok előfordulása. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!